Rózsaszín, virágmintás szoknya, világos blúz! Hosszú barna hajú kislány! Értve vagyok! Ha rövid időn belül nem kapják el bármilyen módszerrel, ki lesznek rúgva. Mindenki erről beszél. Nem lehet folyton szégyelni, hogy élünk. Mit akar kérni tőlem? Hogy lehet, hogy ebben a városban senki nem látott, senki nem hallott semmit. Tisztelt bíróság, a vallomások köz ellentmondás van. Ebben az országban nincsenek sorozatgyilkosok. Világos? Vendégem Sopcsics Árpád rendező, a Martfűi Rém című filmről fogunk beszélni. Köszöntelek, szia! Megkérhetlek, hogy jó közel tartsd majd a mikrofont. Jó. Köszönjük szépen. Ugye ez a történet az, ami egy nagyon sokakat felkavaró rém történet egy sorozatgyilkosról, és a trélert látva, meg a plakátot látva elég erőszakos, véres. Mennyire volt nehéz ezt hűen követni, ezt a történetet, vagy mennyire figyeltetek arra, hogy majd a korosztályi besorolásnál kik tudják ezt a filmet megnézni? Hát mindenféleképpen éreztük azt, hogy ez egy 18 éven felüli film lesz. Tehát azért egy sorozatgyilkosról nem lehet olyat csinálni, hogy nagyon fiatalabbak megnézhetnek. Azt gondolom, tehát ez ponton túl ezzel nem foglalkoztunk alapvetően, hanem megpróbáltuk, hogy mondjam, hitelesen visszaadni egy kort, egy szituációt. Nem dokumentumfilm, ezt hozzáteszem, tehát rengeteg olyan dolog van benne, ami nem úgy történt, nem az történt, nem ott és nem akkor. Tehát, hogy mondjam, tulajdonképpen azért egy jelentős része a filmnek fikció, egy jelentős része természetesen dokumentumok alapján készült. Azért van kiírva, hogy igaz történet alapján. Igen, kíváncsi is lettem volna, hogy ilyenkor leültetted a stábot, a színészeket, átvettétek, átbeszéltétek, azért elég jól dokumentált ez az eset sor. Egyáltalán nem jól dokumentált. Nem jól dokumentált? Ahhoz képest elég sok mindent találtunk róla. Sok mindent lehet róla írni, de azt, hogy mondjam, olyan értelemben nem jól dokumentált, hisz nem nyilvánosak a valódi dokumentumok. Hát, hogy beleszólt a kor. Ezek inkább újságírói vélemények, vagy újságírói megfigyelések. Igazából, de nem is, ez nem baj másnál, szóval nem lehet, én több ezer oldalt nyálasztam át ehhez, vagy néztem át, tehát nem is lehetne nyilván ezt ilyen értelemben nyilvánossá kezelni, de az az igazság, hogy tehát nem törekedtünk arra, a hitelességre törekedtünk, meg a kor, meg a millió, meg az emberi szituáció hitelességre, de azon belül a történéseknek belső logikája, hisz az nincs meg, hisz akiket megöltek, annak nem tudjuk, hogy ő éppen hogyan élte ezt meg, hogyan viselkedett adott szituációval. Tehát ugye itt az én fantáziámra, a kollégáim fantáziára van hagyatkozva a néző, hiszen ezek nincsenek dokumentálva, mint a háttér dolgok sincsenek dokumentálva. Tehát ilyen értelemben egyáltalán nem jól dokumentál. Hát ahogy a film egyik mondatában el is hangzik, ugye a trailerben is látszik, hogy ebben az országban nincs sorozatgyilkos, vagy valahogy, igen. Tehát a politika is azért bele-bele szövődik. Abszolút beleszólt. Tehát azért ez nem csak egy thriller, hanem egy társadalmi rajz is. Mennyire a hívjuk sorozatgyilkosnak szemszögéből szól a történet, vagy inkább a nyomozók szemszögéből, és még majd arról a bizonyos ártatlan elítéltről is kérdeznének. Is. Tehát én mind a három szemszöget érvényesítem. Pont az volt a célom, hogy ne egy oldalú legyen a film, hanem minden érintett szemszöge megjelenjen. Körülbelül, ha nem is egyforma súlyjal, mert az lehetetlen, de nagyjából közel egyforma. Ugye hát ez egy legendás bűnügyi eset, talán az első ilyen eset volt, hogy ártatlanul és 11 évig ült büntetlenül valaki. Igen, nem ez volt csak az első, hanem ez volt az első, a Kádár rendszernek ez volt az első sorozatgyilkossága, ami igazán. Hogy lehet, Árpád, hogy ezt még nem filmesítette meg senki? Tehát ez egy annyira eszmetlen történet. Valaki csinált valamit belőle a televízióban annak idején, de én azt nem láttam, és amikor már eldöntöttem, akkor nem is akartam megnézni.
Tehát van erről valami, de nem tudom, én ezt egyáltalán nem láttam meg, nem is akart, tényleg nem akartam megnézni, ne befolyásoljon semmi. Igen, igen. Lehet egy ennyire fajsúlyos, komoly és durva történetet, most direkt nem akarok olyan szavakat használni, hogy miket csinál például az áldozataival a gyilkos, hiszen fiatalok is néznek minket. Lehet egy ennyire komoly, fajsúlyos történetet picit oldani? A más szálakat belevonni a filmbe, hogy ne csak erről szóljon. Van benne azért humor, picike. Meg talán kis szerelem is, romantika. Van benne egy kis, hát ezt én nem romantikának vagy mondom, hát, a szerelem az nem egy olyan történik valami, dolog, amit most nem akarom nevesíteni, hogy ne lőjük le a poénokat. Ne. Igen, van ellenpont a filmben, tehát ezt fontosnak tartottam volna, hogy legyenek ellenpontozások, hogy azért a néző ne állana azt érezze, hogy fejbevágjuk, de nehéz egy ilyen filmet ellenpontokkal, hogy nem tartani. De az izgalom az végig megvan. Tehát azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy fönn tudjunk tartani egy feszültséget a nézőben. Ilyenkor az egész tábra ráül ez a fekete hangulat? Én gondolom, hogy a színészekre különösen... Nem mondanám. Nagyon szerettük csinálni, tehát azt gondolom, hogy életem egyik legkellemesebb forgatási időszaka volt. Tehát furcsa módon nem. Tehát, hogy mondjam, az ember, amikor csinálja a szakmát, akkor közben nem azt érzi, hogy most persze voltak jelenetek, kétségtelen vannak jelenetek benne, amikor a stáb is, hogy mondjam, átvette a jelenet atmoszféráját, hangulatát, és akkor elég súlyos csöndek, meg elég súlyos magába fordulások voltak szinte mindenki részéről, de azért nem 49 napon keresztül, ez egy olyan, hogy mondjam, olyan 5 és 10 nap közötti az az időszak, amikor a legsúlyosabb dolgok történnek, akkor persze az nagyon hat a stábra, ez kétség. Igen. Volt esetleg valami olyan jelenet, helyzet, amit nagyon nehéz volt forgatni, akár időjárás, akár a film képvilága miatt? Az időjárás, nagyon őszintén mondom, hálás vagyok, velünk volt, tehát nem kellett időjárás miatt fölborítani a gyártási tervet. Persze voltak olyan, hogy éppen esett, amikor nem kellett volna, de ezek beleférnek, tehát nem voltak nagyon, hogy mondjam, ciki események ilyen értelme, vagy ciki történések. Hát inkább az, hogy maga a dolgot nehéz volt úgy megcsinálni, és a színészeknek elég nehéz dolguk volt ezeket a helyzeteket megélni, megjeleníteni, és nem kommentálni. Tehát ugye én azt mondtam, hogy a véleményed nem érdekel, a szituáció érdekel, tehát a szituációt kell eljátszani, és nem a róla kialakított véleményünket. Én is a szituációkat keresem, és az egész film majd ad egy véleményt, de az adott jelenetekben nincs véleményezés. Azt szabad tudni, hogy meddig megy el a film? Tehát végig feldolgozza az eseményeket? Hát gyakorlatilag ugye 57-től 68-al várom én. És hát ugye tudjuk, hogy a vége egy... De ezt most ne áruljuk, hogy mi lett, de vége. Mert már így nagyon spoilerezik a filmet. Azért jönnek majd nézni. Nem azért jönnek, szerintem azért, mert egy feszültséggel teli tulajdonképpen egy egyszerű pszichotriller, meg egy társadalmi politikai thriller is. Szóval, hogy végigvezeti az eseményeket? Végig vannak vezetve. Persze, hogy mondjam, nem minden részletét tudjuk megragadni, hát azért egy 2 óra egy 11 évig tartó ügynek az nagyon vékony lehet, nem lehet, de megpróbáltuk a követhetőséget megtartva azért elmesélni, amennyire el lehet mesélni egy ilyen történetet. És a maga összetettségében akartam én megtartani. Hát nekem azért volt fontos a 3 szál, hogy egy ilyen, mint a létezésünk is fonotkalátszerűen megy egyik dologról a másikra át, és nem feltétlenül, hogy mondjam, ilyen tisztán vannak vonalvezetések, ebben én nem nagyon hiszek. Lehet bármilyen ponton a Mart Főirénnek az emberi oldalát látni a filmben? Abszolút. Tudom, hogy akkor nem volt teljesen elvonatkoztató ez a kérdés. Igen, mert mindig felmerül, hogy egy ilyen karakternél, tehát világos, hogy szimpatizálni valószínűleg nem fogunk vele, de hogy meg tudjuk egy picit érteni valahol őt, mint embert. Nem az a cél, inkább azt, hogy lássuk őt, egyrészt látjuk őt, szóval nem csak működés közben látjuk őt, hanem látjuk a másik oldalát is az ember. Említetted ugye, hogy a film végéig követitek az eseményeket. Ilyenkor, amikor előre kerestetek információkat, van még bármi olyan leszármazotti szál, olyan valaki életben, akitől hülyen meg tudtátok hallgatni ezeket az eseményeket? Na, az elég rég történtek. Nagyon kevés emberrel, vagy tanulva, szándékosan. Tehát én a bírósági, a vallomások, a rendőrségi jegyzőkönyvnek alap... Tudni, azt tapasztaltam más filmjeimnél is, hogy a tanúk mindig elfogódottak. És mindig a tanú aspektusából kevésbé érdekelt a történet, mint a résztvevők aspektusából. Azt pedig jobban meg lehetett tudni ezekből a jegyzőkönyvekből. Tehát a tanú az mindig valamilyen
érzelmi elfogultsággal van valamelyik fél iránt. Tehát hallgattam meg, meg beszéltem emberekkel, de nem ez volt a jellemző. Én a tényekből én akartam kiindulni, és a tények alapján én akartam elképzelni a dolgokat. Ezért mondom, ez egy fikció. Igen, ez igen, egy igen. Tulajdonképpen egy variáció, hogy ez hogy történhetett. Nem azt mondom, hogy így történt. Igen, akkor igen. Akkor egy dokumentumfilmet kéne állni. Persze, persze. Lehet, hogy ennyiből a Martfélém akkor egy műfajteremtő alkotás is lesz, hiszen most nem akarok senkit megbántani, hogy jó magyar thriller, ez az igazán akciós, pörgős thriller, most így hirtelen nem üt eszembe. Hát vannak azért, szóval, hogy nem mondom, én nem hinném, hogy ennek nincs előzménye. Abból a szempontból, hogy ilyen, azt gondolom, inkább összetettség szempontjából nem nagyon van előzménye. Tehát mindenki inkább egy nézőpontúan csinált ilyen filmeket. Ilyen fajta, hogy három nézőpont van, sőt, tulajdonképpen van egy negyedik is, a civilek idézőjelben nézőpontja. Ilyen szempontból nem, ilyen szempontból az a műfajteremtő, meg merném állítani. Nagyon nehéz is emiatt. Gondolom. Ugye, mert nézőnek is át kell kapcsolni adott pillanatban, ha valakivel már éppen menne, akkor hogy nem, persze van itt is, akivel alapvetően lehet menni, de azért mindig vannak kitérő. Mm-hmm. Jó, és ettől van. Ez az izgat. Tehát ezt a hullámzásra rá kell állni a néző. Mm-hmm. Volt esetleg valami olyan nagy kedvenc thrillered? Nem hiszem, hogy levettél bárkinek is bármilyen mozdulatát, fordulatát, de aki hát esetleg példakép. Sok, hát Orson Welles-nek ezeket a thrillereit, a David Fincher-től, tehát sok, tehát nagyon Hitchcockot is, tehát nagyon sok, hogy mondjam, alkotó van, aki egy-egy nagyszerű thrillerrel engem el tudott varázsolni, tehát hogy mondjam, és Abel Ferrara-tól kezdve, tehát nem csak régiek, hanem újak, már ő se új, tehát, vagy Tornatorének is van egy olyan filmje, ami nekem nagyon fontos, vagy jó, szerettem. Vannak. Van. Remélem, hogy itt ez egy olyan műfaj, ami gyakorlatilag igazából a 20-as évektől napjaink, tehát már 90 éve ez a műfaj elég keményen tudja tartani magát. Remélem, hogy ezért most itt a Cinema City filmünnepen is találsz valami jó filmet, amire beülsz, valami könnyed végjátékot esetleg. Az a baj, hogy most nekem holnap lesz a filmem világpremiérje Varsóban. Igazad van. Hát én most elutazom. Elutazol oda, igazad van. Pont mikor ez van, én nem nagyon vagyok itt, majd csak talán végére. Ahhoz viszont nagyon sok sikert kívánunk és szorítunk. Sopsis Csáfárd volt a vendégem, és a Martfűrém című filmről beszéltünk, novemberben jön a premiér.